Az elmúlt hónapban hasonló jellegű problémákkal kerestek meg kőbányán. A társasház kezelő cégek csalásaira panaszkodik több helyi lakos. Akad olyan társasház, ahol a lakóknak kötelező fizetni a közös költséget, miközben a régi és az új társasház kezelő cég perben áll egymással, és a társasház számlája a per végéig hozzáférhetetlenné vált. Emiatt az épület üzemeltetése akadályokba ütközik, a karbantartói munkák nem kerülnek elvégzésre, a liftek segélyhívói nem működnek, a takarító cég kifizetése is akadozik, mert a szolgáltató felé nem tudja fizetni a társasház a díjat az árolt számláról. Akad olyan társasház, ahol a víz- és áramvezetékrendszer felújítására, festésre, szigetelésre, szeméttároló fertőtlenítésére került elszámolásra több millió forint, de a munka nem lett teljes körülön elvégezve. Számos más esetről hallottam az elmúlt időben, de egy valami közös. Senki nem segít a lakókon. Fordultak az önkormányzathoz és a polgármesterhez, de azt a választ kapták, hogy nem az ő hatáskörük. Fordultak bírósághoz, de az egyszerű emberek nem tudják felvenni a versenyt, a társasház kezelő cégek dörzsölt, tapasztalt, sok ismerőssel rendelkező, jól megfizetett képviselőivel. Volt, aki ilyen per miatt vesztette el a lakását. Több tízezer embert érintő probléma ez, melyel nem foglalkoznak a hivatalok, de a mi hazánk mozgalom senkit sem hagy magára. Mindenkit meghallgatunk, mindenki történetére kíváncsiak vagyunk, és vállaljuk, hogy mi leszünk mindazoknak a szócsöve, akiket magára hagytak társasházi és politikai képviselőik. Jogászainkkal egyeztetve megkezdtük egy olyan javaslat csomag összeállítását, mely megkönnyítené és gyorsítaná a lakosok ügyintézését. Célunk a társasház kezeléssel kapcsolatos törvényességi felügyeleti jogkör megerősítése. Az évekig elhúzódó jogviták megszüntetése érdekében a jegyző törvényességi felügyeleti jogköreit kibővítenénk, egyben az arra vonatkozó eljárási szabályokat egyszerűbbé és hatékonyabbá tennénk. A mi hazán Budapesti programjának részét fogja képezni mindez. Felszólalunk az országgyűlésben, és ha bizalmat kapunk, felszólalunk az önkormányzatokban is. Rendet teszünk az országban, rendet teszünk a városban, Rendet teremtünk a társasházakban is. A további részletekkel kapcsolatban hamarosan újból jelentkezünk.